Mai videóban trash videókat kell folytatnod. Ja, azt hittem várat kell építeni. Meg. A mai videóban folytatnod kell a trash-eket. Ja, de ez például nem ismerős az első. Meg vagyok rémülve. Képben vagy a trash-sel? Mindenképpen. Megélhetési szinten. Nem tudom, hogy hogy jövök ki jól. Ha tudni fogom mindet, vagy hogyha nem fogom őket tudni. Tedd fel a fülest, elindítom a videót, és meg fog állni egy pontban, és akkor kell majd folytatnod. Kíváncsi vagyok, mit válogattatok össze. Mindent vágok szerintem. Ezt meg kell nyernem. Most hazai pályán vagyok, úgy érzem. Szembolom, hogy nagyon ismerek mindent innen azért, de ezt például már most látom, hogy itt villog, hogy nem fogom ismerni, de azért ezt megpróbálom folytatni. Oké. Okay. Nézzük. Lehet? Persze. A legtöbb versenyzőnek a mostani volt az első megmérettetése. Apuval készítettünk egy ilyen szalmazsákot, egy ember mélyetűt. Aztán elkezdtük puffölni így, hogy bam, 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 bim, bum! Valami ilyesmi lehet. Készítettünk egy ilyen szalbazsákot, ember méretűt, azon gyakoroltam. Készítettünk egy ember méretűt, ezt mit, azt ütöttük így, vagy nem, valami ilyesmit mond, de nem találom el. Azt kellett, azon gyakoroltam. Azon kellett gyakorolni, azt hiszem, és elkezd ütögetni. Azt kellett, azon gyakoroltam. Azt körülött, azon gyakorultam, tényleg. Ki, Bözsi néni átszott a csirkébe. Tiding, egy pont. Egy másik fogalmazta meg, de ugyanazt meg elpont, nem? Van annyi vagyon, hogy ki tudnátok fizetni? Nincsen. Nincs? És akkor hogy gondoltad ezt el, hogy fölgyújtogattad? Mi? És hány államatlan éjszakát okoztál ti a kardoskótiaknak? Mi? Sokat. És jól van ez így? Hát nem. Mi? Most tudom, feláll, és akkor azt mondja, hogy mi? És ezt kapnél, ezt is neked adom még ide, te! Nem tudom, mi a szöveg, de csinálja. Valami olyasmi, hogy elnyered méltó büntetésre? Talán az jön most? De hogy ezután, mint mondom, ezután már csak arra emlékszem, hogy nagyon pofán lesz csapva. Azt tudom, hogy lecsapja, de hogy... Nem tudom, mit mond. Jól van ez így? És még el sem nyerted méltó büntetésed. És még el sem nyerted méltó büntetésed érte. És még el sem nyerted méltó büntetésed érte. Hát majdnem. Ez ilyen instant orrtörés. Itt tudni, hogy eltört az orra, de mekkorát kapod. És olyan, mint tudod, amikor a Bud Spencer filmekben van az ütés hang, olyan, mint hogyha olyan lenne bevágva, hogy tss, tss. Tidin, két pont. Családom állapota annyira felzaklatott lett, 6 éve várunk. Családi lakásigélésünk be van adva. Hát volt egy törvénymódosítás valamikor, akkor hol van az? Sziasztok, testvérek! Mi folyik itt Gyöngyösön? Ezután mit mondtad? Hát ez a bemondás. Ja, ne, innen nem lehet megállítani, hát itt nem lehet megállítani. Mi folyik itt Gyöngyösön? Nem tudom. Holnap bemegyek a polgármesteri hivatalba, és feljelentek mindenkit! Cigány gyerek vagyok, de nem vagyok buta. Ismerem, nem tudom, hogy most mit fog mondani. Fiamnak donga lába van. Azért van a média. Odafigyeljetek már! Mit tevetsz? Donga lába van a fiamnak! Donga lába van a kisfiamnak! Gyerek kisfiam! Bemegyek, de adjátok le, RT klubot akartam megkeresni, de a jóisten küldött titeket. Lementem a polgármesterhez. Odafigyeljetek már! Emberek, akkor mindenkivel megcsinassák! Hát jó, ez szemhítség. De imádom, hogy tényleg meglátja a kamerát, direkt megáll, hogy nekem ezt el kell mondani, és végigmondja. Igaz, hogy nem értjük nagyjából, hogy miről beszél, de elmondja legalább. Ez valahogy nem maradt meg a fejem, hogy odafigyeljetek, pádik! Nem, ez nem maradt meg benne. Nem, halálosan gyűlölöm! Én ilyen... Nem szeretek. Különben is nekem is van már párom, úgyhogy nem vagyok egyedül. Akkor nőj fel végre és nyugodj meg. És nem... Addig nem nyugszom meg, mi... Basz. Nem tudom, úgy, nem tudom, mit mond. De tudom, hogy valamilyen nagyon furán fogalmaz ez a csaj. Tudod, ezt ismerem, ez addig nem nyugszom, amíg... Szerintem ez nekem kimaradt. Addig nem nyugszom, amíg a lábaim előtt nem heversz, te cseléd! Addig nem nyugszom meg még... Fú, ez a cseléd nem fekszik a lábaim előtt? Nem jut eszembe, de hogy tényleg nagyon régiesen fogalmaz, és ettől lett borzasztóan vicces ez a mém, ezt tudom.
Még a lábaim előtt nem hevesz, te cseléd! A lábaim előtt nem hevesz, te cseléd! Te cseléd! Na, a cselédet legalább eltaláltam. Addig nem nyugszom, mert még a lábaim előtt nem hevesz. Te cseléd! Oké, okay. Ezeket nehéz folytatni egyébként. Nehéz folytatni, nehéz. Das ist mein, mondtam az uramnak, das ist mein Kampf. Vesszen el házam marhám. Pénzem házam marhám. De a háború folytatódik. Apáról fiúra és anyáról lányára száll. Csapataink harcban állnak. De végén a szövetségesek győznek. Hol a fa főnök? Ott van a bozódba, szedd összefele. Szedd már össze a bozót. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hát ez még annyira sem ismerős, mint az előző, úgyhogy szerintem ezt is átugorhatjuk. Hát de mit csinálsz, hogy az anyádba nézel ki? Hogy az anyádba nézel ki? Már megint a szemét láda. Passz, sajnos passz. De mit csinálsz? Hát hogy az anyádba nézel ki? Megint te szemét láda. Na, álljál föl, az gyerünk a bokorba. Ne. Hogy az anyádba nézel ki? Megint te szemét láda. Tényleg. Álljál fel, az gyerünk a bokorba. Óriási, óriási. Hogy ez felfelés? Hogy? De megfordult az ember és lepattogott. Tehát ez hogy ezt hogy csinálták mai napig? Ezt érted? Nem is értem, mi történik itt. Te érted, Marci? Bravo! Rúgja az egeren jól, de jó lenne, te is. Mirinte, te szemét! Nincs meg. Ez nincs meg. Tipspix szűté. Hát ez hogyne? Hát ez minden nap tipmixet kell föladni, és mindig a legkisebb szorzon megy el, ezt mindenki tudja, aki nyomja. Tipspix szűté. Tipspix szűté. Imádom, tipspix, nagyon jó. Tovább. Ha ezt nem láttam 50. Miért mondod azt, hogy te ilyen sittesekkel lejössz, meg olyan sittesekkel lejössz? Hogy megöletel, vagy nem várjál, hogy jön ilyenkor, mert a remix megy a fejemben. Pitbull kutyákkal megetetel, megöletel, valahogy így. Olyan sittesekkel, meg hozod a pitbull kutyádat, mert valami pitbull kutyás, az biztos, a pitbull kutyákat hozza, hozod a pitbull kutyákat. Pitbull kutyákkal megetetel. Baseball az ütővel fenyegetett pitbull kutyákat küldtél rám. Pitbull kutyákkal megetetel. Ilyen nőt, én. Hagyjad már ezt az ilyen nőt. Hogy megöletel, meg a pitbull kutyákkal megetetel. Te menő vagy? Te sem vagy sztár. Pitbull kutyákkal megetetel. Ott van az első pontom! Ez azért jó, nem? Ez azért el lehet fogadni, nem? Hát nem mondtad, hogy szó szerint, tudtam volna szó szerint, aztán csak elég egy ilyen kis... Ja, értem. Fúra ismerős. Nem fogom tudni. Persze, jók a programok, minden jó. Nem tudom, ezest az ágoztam még. Jók a programok, csak sok a köcsöget. Ez Gino, a családi majálisa ez. Ez is klasszik. Háttérben a nyugdíjasok, fogy a lángos, a pöri, minden jó. Sok köcsög van. Igen. Csak sok a köcsög. Ott a második pontom! Jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Csak sok köcsög van. Miért? Nem nagyon jó a biztonság. Közbiztonság. Kevés az ember. Sok a köcsög, és kevés az ember. Mi van? Ezt annyira imádom, ez az egész szelene, hogy szemüvegbe, öltönybe áll, mögötte a csávó, mint hogyha van biztiból lenni, ott rágózik gyerek közében is. Igen, ez a köztetett, ez a macska egész. Rólam mit mondott ez a mocskos gyerek? Mi? Mi mit mondott? Na, mit mondta? Idegállapotba kerül mindjárt néni. Idegállapotba kerülök, nem? Olyan mi is, mint mond. Apád meg én elverünk baseball ütőkkel, meg ilyenekkel. Szerintem az jön most. Aha, igen. Van még előtte egy mondat. Jóska gyerek, mit mondtál? Most pofázzál! Én ilyet nem mondtam. Baseball ütővel vertem szét a fejed, azt még feljössz hozzá zabálni. Most pofázzál, Jóska gyerek. Jóska gyerek, most pofázzál! Nem mondasz szóval szerint. Apád meg én nagyon vertük, mi baseball ütőkkel, meg ilyenekkel. Én soha nem is mondtam. Mi nem mondtál? Na? Nagyon vertük be baseball ütőkkel. Jóska gyerek, most pofázzál, persze. Nehogy már ez nem ugrott be. Jaj. Baseball ütő, ebben van a baseball ütő, nem a fogadlan Batmanben. Olyan cuki.
De szép macska vagy, Sanyi. Sanyi. A anyád. De szép macska vagy. A anyád. A anyukádat. Jaj, Sanyika, de szép vagy a anyád. A anyádat. Hogy pontosan idézem. A anyád, vagy valami ilyesmit mond. Igen, itt olyan meglepődtek, hogy a kisgyerek egy ilyet tolt. Azt hiszem, ezt jelölöm meg. A anyád. A kurva anyádat. Imádom, imádom, igen. Igen, igen. A anyádat. Nagyon nagy, nagyon nagy. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a Fluorvlogra is, youtube.com/teddysnow, de olyan angolosan írva teddysnow, úgyhogy gyertek át szépen, tudom, hogy itt sokan vagytok, de egy alapvetően meg, yeah, boldogság, köszönöm, hogy itt lehettem, imádok, mindenkit puszilok, YOLO, tididi. Ez legyen leadva, vagy beperelek mindenkit, és dongalább!